Új edző, új játékosok és új név, röviden így foglalható össze a most már Fehérvár kézilabda klub néven szereplő együttes sajtótájékoztatójának legfontosabb momentumai. A korábbi névadó szponzor hosszú, sikeres időszak után július 1-től nem támogatja tovább a város első osztályú női kézilabda csapatát. Székesfehérvár önkormányzata részéről Mészáros Attila ifjúsági tanácsnok biztosított mindenkit, ha kell, segítenek az egyesületnek. A Bajnokok Városa titulus szerves része a női kézilabda csapat, ezért nekünk is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy továbbra is hétről hétre pályára léphessenek a lányok. A februári költségvetés ugye egy bizonyos összeget tartalmazott a női kézilabda csapat számára. Ezt követően, hogyha érkezik bármilyen kérdés, akkor ezt meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lehetőségünk van. Balázs Imre, a klub elnöke elmondta, komoly érvágás a szponzori támogatás megszűnése, de már folynak a tárgyalások a jövőbeni szponzorokkal. A klub költségvetésének olyan 10-15%-os nagyságrendjét teszi ki. Én azt gondolom, hogy az egy komoly tétel. A plusz támogatásokkal együtt ugye nyilván volt, ahogy az alkohol támogatása máshol is jelen volt. Én azt gondolom, hogy nyilván hiányozni fog, és abszolút köszönettel tartozunk a menedzsmentnek, a gyárnak, a cégnek, hogy ilyen sokáig kitartott a csapat és a kézilabda mellett. Azt gondolom, hogy egy sikeres időszak lezárult. Nagyon bízom benne, hogy egy hasonlóan sikeres időszak elé tudunk nézni. Nyilván dolgozunk azon a kollégáimmal együtt, hogy ezt hogy tudjuk áthidalni. Tárgyalunk több lehetséges névadó szponzorral, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy hasonlóan biztos lábakon álló komoly céget szeretnénk a csapat névadó szponzorának megnyerni. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az FKC-nak új vezetőedzője van, a norvég Paul Oldrup Jensen személyében, aki a július elejé két hetes közös munka után már személyes tapasztalatokkal is rendelkezik játékosairól. I think this is Ebben a csapatban nagyon keményen dolgoznak a lányok, mindenki szeretne fejlődni, ezért meg is tesznek mindent. Elkötelezettek a kézilabda iránt, tényleg mindig a jobbra törekednek, sokat dolgoznak, ami nagyon hatásos, meg is lesz az eredménye. To the game of handball, they won't really want to be better. Bemutatták a csapat két régi új játékosát is, Emberovics Míra és Azari Fruzsina sem ismeretlen közegbe érkezett, és mindketten a középmezőny elébe várják a csapatot. Az FKC az első felkészülési mérkőzését július 27-én a Kiskunhalas ellen játsza hazai pályán.